Ezt az elismerő oklevelet vehette át Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere még október 19-én a parlamentben. A családok évében, 3 év után ismét megújulva, a nemzetközi sztendereket is figyelembe véve hirdette meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete az önkormányzatoknak ítélhető legrangosabb civil elismerést, a Családbarát Önkormányzat díjat. A pályázati határidőig 44 magyarországi település önkormányzata adta be pályamunkáját, végül 30-at díjaztak, köztük Nyíregyházát is. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kemény munkájának egy objektív külső szervezet által történő visszaigazolása, hiszen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete mondta azt ki Nyíregyházára, egy nagyon komoly pályázati rendszer alapján, tehát egy komoly beszámot kell készítenünk, hogy Nyíregyháza családbarát önkormányzat. Jászai Menyhér azt is elmondta, az önkormányzat mindig a családbarát irányelveket szem előtt tartva hozza a különböző intézkedéseket és hajtja végre a fejlesztéseket. Az alpolgármester szerint ezért is érdemelhették ki a mostani díjat. Ezt a díjat azzal érdemeltük ki, hogy fejlesztjük az infrastruktúrát, Nyíregyházán akár az épületek, az ingatlanok, a óvoda bölcsőde felújításokra gondolok, vagy éppen egészségügyi intézmények felújítására, az utak. De ez mind csak akkor ér valamit, hogyha ezáltal Nyíregyházán az életminőség is javul, és a lehetőségek tárháza bővül. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán a lakosság szám nem csökken, hanem nő. Nő a házasságkötéseknek a száma, csökken a munkanélküliség. Ezek mind olyan objektív mutatók, amelyek azt mutatják, hogy Nyíregyházán javul az életminőség. Jászai Menyhért azt is kiemelte, a város nem csupán pályázati, hanem jelentős saját forrásból finanszírozza a családbarát fejlesztéseket Nyíregyházán. Az alpolgármester lényegesnek látja azt is, hogy a kötelező és ajánlott szolgáltatásokon túl számos saját szolgáltatással is segítik a családokat, az egészen kicsi korosztálytól az idősekig.